Köszöntöm a Pannon híradó nézőit, jó estét kívánok! Január 31-e van Marcella és János névnapja. 67 éve az Amerikai Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy elrendelte a hidrogénbomba kifejlesztését. Következzenek most a nap legfontosabb hírei, először csak röviden. Kétnapos munkalátogatásra érkezett Belgrádba Alexis Tsipras görög miniszterelnök és küldöttsége. Az olasz rendőrség vádat emelt a Verona közelében az autópályán tragédiát szenvedett magyar autóbusz sofőrje ellen. Lezárult a Prosperitáti Alapítvány által kiírt pályázatok beadási határideje a harmadik körben. Új darabot mutattak be a Zentai Magyar Kamaraszínházban. Kétnapos munkalátogatásra érkezett Belgrádba Alexis Tsipras görög miniszterelnök és küldöttsége. 7 év után ez az első alkalom, hogy görög kormányfő Szerbiába látogat. Tsipras ugyan 2 éve már járt Belgrádban, de akkor csak a Syriza párt elnökeként. Nem sokkal kedd délelőtt 10 óra előtt landolt Alexis Tsipras görög miniszterelnök és delegációjának repülőgépe Belgrádban. A kétnapos látogatásra érkező kormányfőt Alexander Vučić szerb miniszterelnök fogadta a Nikola Tesla repülőtéren. A két delegáció ezt követően a Szerbia palota előtt díszőrség jelenlétében előbb meghallgatta a két ország himnuszát, majd a szerb kormány tagjai egyenként is köszöntötték Alexis Tsipras görög miniszterelnököt. Vučić és Tsipras ezt követően 4 szem közt gazdasági és politikai témákról egyeztetett. Egyebek mellett Szerbia EU felé vezető útja és Koszovó kérdése is felmerült, amelyekben Atén maximálisan támogatja Belgrád álláspontját. Zahvalni smo Grčkoj na činjenici da nije priznala nezavisnost Kosova, iako mi dobro znamo šta je nama činiti da sačuvamo mir i stabilnost u regionu. Veoma smo zahvalni po ovom pitanju Grčkoj i nadamo se da će takav stav Grčka imati. A Szerbia és Görögország közötti éves áruforgalom értéke jelenleg hozzávetőlegesen 380 millió euró körül mozog. A tervek szerint a jövőben ez a szám a 500 milliárd eurót is megközelítheti. Ehhez azonban jelentős infrastruktúrális fejlesztésre van szükség. Разговаривали о могучности да сближимо две земје још више, стварајући савремену железничку мрежу која ће повезивати наше грађане који желе да се превезу, али и то ће пружати могућност и за робу, зато што роба из Пиреја ће моћи веома брзо, значи за веома кратко време да дође до Београда. Vučić és Tsipras 4 szem közti beszélgetését követően a szerb és a görög delegáció plenáris ülésen vett részt, amely után az is kiderült, hogy a két ország kormánya a tavasz folyamán közös kormányülést tart majd Görögországban. A szerb haladó párt 100%-ban támogatja elnök jelöltségemet a közelgő választásokon, ezt mondta Tomislav Nikolić, Szerbia köztársasági elnöke. A politikus szerint a pártnak nincs oka arra, hogy ne őt támogassa. Stanislava Paka, az államfő főtanácsadója, illetve tanácsadója hétfőn azt nyilatkozta, hogy a jelenlegi köztársasági elnök a haladók 82%-os támogatottságát élvezi. Nikolić erre reagálva mondta azt, hogy nem végzett felmérést, de nem tudja miért ne támogatnák őt 100%-ban. Az olasz rendőrség vádat emelt a Verona közelében az autópályán tragédiát szenvedett magyar autóbusz sofőrje ellen. A jármű vezetőjét gondatlanságból elkövetett emberüléssel, gondatlan vezetéssel, valamint hanyagsággal vádolják. Az ANSA olasz hírügynökség információi szerint az egyik hétfőn azonosított, máig Olaszországban kezelt súlyos sérült, a tragikusan járt autóbusz sofőréről lehet szó. Ezt az azonosításról szóló jelentésre alapozzák. Az 52 éves férfi nevét nem hozták nyilvánosságra a hatóságok, de a belügyi szervek jelentése szerint valószínűleg a baleset idején is ő ült a volán mögött. Mint ismeretes, január 20-án éjjel Verona közelében egy magyar fiatalokat szállító busz súlyos balesetet szenvedett, amelyben 16-an meghaltak és 26-an megsérültek.
Előreláthatólag pénteken hozhatják haza a verónai buszbaleset áldozatainak holttestét, mondta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető elmondta, az illetékes olasz ügyész kedden küldi ki az áldozatok eltemetésére vonatkozó engedélyeket annak az önkormányzatnak, amelyhez a balesetben érintett autópályaszakasz is tartozik. A dokumentumok alapján állítja ki az önkormányzat a halotti anyakönyvi kivonatokat, ami alapján engedélyezik a holttestek kiadását és elszállítását. A szükséges dokumentumok elkészülte után lehet, hogy már csütörtökön, de inkább pénteken szállíthatják haza a holtesteket. A miniszter elmondta azt is, a holtestek és a válságos állapotban lévő sérültek azonosítása befejeződött, és a külügyminisztérium munkatársai elkezdték felvenni a kapcsolatot a hozzátartozókkal. Információi szerint az érintettek felével már tudtak beszélni. Ma éjfélig érvényesek a tavalyi éves magyarországi országos és megyei autópálya matricák. Szerdától viszont már csak a 2017-es E-matricákkal lehet használni a díjköteles autópályákat és autóutakat. A Magyar Útdíjszolgáltató múlt heti tájékoztatása szerint az úthasználati jogosultságok ára idén sem változott, illetve nem vezettek be új díjkategóriákat. A szolgáltató felhívta a figyelmet arra, hogy az úthasználati jogosultságot mindig a díjköteles út szakaszra történő felhajtás előtt kell megváltani. Az, aki autópálya matrica nélkül használja a magyar autópálya hálózatot, akár 15 000 forintos pótdíjra is számíthat. A magyar miniszterelnök és belbiztonsági főtanácsadója szemlét tartott tegnap a magyar-szerb határon. Orbán Viktor a röszkei tranzitzónában az ott szolgálatot teljesítő rendőrökkel, katonákkal és tisztviselőkkel is elbeszélgetett. A magyar miniszterelnök kiemelte, a határok védelmének korszerűnek, modernnek és hatékonynak kell lennie, ezért a déli szakasz megerősítése elkerülhetetlen. Orbán Viktor hangsúlyozta, mindent meg kell tenni a Magyarországtól délre fekvő országok stabilitása érdekében, de képesnek kell lenni ettől függetlenül megvédeni saját magát. Donald Trump amerikai elnök hétfő este azonnali hatállyal felmentette az ideiglenes igazságügyi minisztert, és helyette egy virginiai ügyészt bízott meg a feladatok átmeneti ellátásával. Dana Buente virginiai ügyész hétfő este már le is tette hivatali esküjét, azt követően, hogy Donald Trump felmentette Sally Yates ideiglenes igazságügyi minisztert. Jeff Sessions alabamai republikánus szenátor leendő igazságügyi miniszter szenátusi meghallgatása még tart, és a szenátusi szavazás végéig az 57 éves Sally Yates, az igazságügyi tárca eddigi helyettes vezetője állt a minisztérium élén. Yates, aki Barack Obama demokrata párti elnök kinevezettje volt, hétfő délután feljegyzésben utasította vissza, hogy védelmébe vegye az elnök bevándorlásról szóló rendeletét, és ilyen értelmű utasítást adott munkatársainak is. Yates körlevélben kétségbe mondta a 7 országból átmeneti időre felfüggesztett beutazást kimondó elnöki rendelet erkölcsösségét és jogszerűségét. Felrobbantotta magát egy nigériai kislány. A 10 éves öngyilkos merénylő célpontja egy katonai tábor volt, jelentette a helyi polgárőrség. A katonák észrevették a lányt, és többször is felszólították, hogy álljon meg, de nem hallgatott rájuk, hanem működésbe hozta a robbantó mellényt. A merényletben a kislány életét vesztette, a katonák azonban nem sérültek meg. Az elkövető a Boko Haram, nigériai iszlamista terrorcsoport tagja lehetett. A szélsőségesek 2009 óta legalább 20 ezer emberrel végeztek, és 2 millióan váltak miattuk földönfutóvá. Életveszélyes a Tisza-jegére lépni, ezért a zentai önkormányzat figyelmeztető táblákat helyezett el a folyónál. Az interneten több fénykép is megjelent arról, hogy fiatalok sétálnak a befagyott Tisza közepén, nem gondolva arra, hogy az életüket teszik kockára. A hetek óta tartó hideg ellenére a Tisza nem fagyott be mindenhol. Mégis voltak olyan bátrak vagy vakmerőek, akik átsétáltak a túloldalra. Sokszor a szülők felelősségteljes viselkedése is befolyásolhatja a fiatalok viselkedését. Hallottam egy beszélgetést, amikor az apa dicsekedett a fiainak, hogy ő átmert menni a Tisza jegén valamikor korábban,
és hogy a fiai is, hogyha ezt megteszik, akkor le is fogja őket fényképezni. Tehát aki át akar menni, az át fog menni. A magasabb hőmérsékletek miatt olvadni kezdett a befagyott Tisza, és életveszélyessé vált rámenni. Egyébként a nagy mínuszok idején is meggondolatlanság a folyóra menni. Aki alatt beszakad, nem sok jóra számíthat, és a segítségnyújtás is életveszélyes lehet. Egy szekundális hipotermia jön léte a személynél, ahol maximálisan egy perce van arra, hogy kijöjjön. Ugyanis ilyenkor a szervezet a komplet hőmérsékletet a belső szervekre koncentrálja, és így a végtagok lemelvednek. A tragédiát megelőzően az önkormányzat figyelmeztető táblákat helyezett el a folyónál. Mivel észrevettük, hogy a különböző közösségi oldalakon fényképek jelentek meg azokról a dolgokról, amik azt igazolják, hogy az emberek a jégre merészkednek, meleg hullám érkezik, ez különösen veszélyes, és úgy gondoltuk, hogy figyelmeztetjük őket, hogy ez most az elkövetkező időszakban az életükbe kerülhet. Az önkormányzat illetékese elmondta, köszönetet érdemelnek azok is, akik a fényképekhez való felelős hozzászólásaikkal elítélik a hasonló cselekedeteket. Ma visszatér Magyarországra az a két jégtörő hajó, amely két héten keresztül dolgozott a Duna-Dájai kanyar szakaszán. A Szerbia és Horvátország között kritikussá vált Duna szakaszon a jégtörő 6 és a jégtörő 11 több száz méter szélességben feltörte a jeget, ezzel biztosítva a folyó akadálymentes áramlását. A szintén magyarországi Széchenyi és a jégtörő 7 továbbra is a Szerbia és Horvátország közötti Duna szakaszon dolgozik. Ezek a hajók jelenleg a Belgrád és Újvidék közötti rész. Törik a jeget. Lezárult a Prosperitáti Alapítvány által kiírt pályázatok beadási határideje a harmadik körben. Ma 14 óráig lehetett átadni a dokumentációt a területi irodákban. Három kis összegű támogatást lehetett igényelni, gépvásárlásra, mezőgazdasági termelőknek, alapeszközökre, a mikro- és kisvállalkozásoknak, valamint a több éves ültetvények telepítésére és fejlesztésére. Emellett nagy léptékű mezőgazdasági és általános gazdaságfejlesztési hitelkonstrukciós pályázatok kerültek kiírásra. A harmadik körben több pályázatot nyújtottak be, mint az első és második körben összesen. Pályázni december 15-től január 31-ig lehetett, mégis sokan az utolsó napokra hagyták a jelentkezést, így hosszú sorok alakultak ki mindenütt a zárás előtt. Akik átadták a pályázatot, azoknak már csak az eredményre kell várniuk. Egyetemi kampusszá alakíthatják át az újvidéki Archibald Rice kaszárnyát. Erről tárgyalt ma Újvidéke Mladen Sárcsevic szerb oktatásügyi miniszter Dusan Nikolic, az Újvidéki Egyetem rektora, Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár, Zorán Milosevic tartományi felsőoktatási és tudományügyi titkár, valamint Milos Vulcevic újvidék polgármestere. A találkozón többek között szó esett az új tudományos technológiai park építésének második fázisáról és az óvodai kapacitások növeléséről is a városban. Történelminek nevezte a szerdai találkozót Dusan Nikolic, az Újvidéki Egyetem rektora. A hallgatók száma évről évre folyamatosan növekszik. Az intézmény rendelkezésre álló területe azonban korlátozott. Az Archibald Rice kaszárnya egyetemi kampusszá való átalakítása komoly megoldást jelentene erre a problémára. A rektor kiemelte, a történelmi jelentőséggel bíró épületet nem bontanák le, csak rekonstruálnák. Osim toga, preuzimanje tog objekta bi doprinalo tome da univerzitet u Novom Sadu dobije jednu sasvim drugu dimenziju. Nastojaćemo da istorijat univerziteta u Novom Sadu povežemo sa istorijatom nekih drugih institucija koje su nastale na ovim prostorima i u tom objektu ćemo povezati prošlost, sadašnjost i budućnost. A szerdai találkozón szó esett a 29 000 négyzetméteres területen épülő új tudományos technológiai park második fázisáról is. Integrálódnia kell a felső oktatásnak a tudománnyal, az oktatással és a gazdasággal is, és az ilyen parkok
igazolták önmagukat szerte a világon, amelyek, azok az egyetemek, azok a karok, amelyek elindultak ezen az úton, sokkal sikeresebbek, sokkal nagyobb számú hallgatóval rendelkeznek. A 13,5 millió eurós befektetésből épülő létesítményben olyan IT, azaz a számítógépes szektorban működő cégek is helyet kaphatnak majd, amelyek az oktatásba is szeretnének bekapcsolódni. Az építmény laboratóriumoknak és tantermeknek is otthont ad majd. Takođe u pitanju razvoja IT sektora, tako da su danas predstavnici uz Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo za državnu i lokalnu samoupravu. Tako da gospođa Ana Brnabić i ja zaista se podjednako staramo o tome, jedan dobar akcijni plan je napravljen i on sadrži niz stvari koje su uključeni u razvoj tehnološkog parka, ali i širenja Novosadskog, znači, univerziteta. Az Újvidéki Egyetem az egyik legnagyobb egyetem Szerbiában. Az intézménynek jelenleg több mint 50 ezer hallgatója és hozzávetőlegesen 5 ezer foglalkoztatottja van. A folyamatban lévő és a kilátásba helyezett fejlesztések után ezek a számok is minden bizonnyal növekedni fognak. Ma van a dohány füst elleni harc napja Szerbiában. A felnőtt lakosság 35. A 13 és 15 év közötti gyerekek 13%-a füstöl az országban. A lakosság több mint fele nap mint nap ki van téve a dohányfüst negatív hatásainak. A 13 és 15 év közötti fiatalok 63%-a a családi otthonában is kénytelen ezt belélegezni. Sercen a gyufa, azonban nem a kályhába gyújtanak be vele, hogy egy otthont melegítsenek, hanem cigarettára gyújtanak. Szerbiában a dohányzás elleni küzdelem napjának idei mottója a fiatalokhoz szól. Így hangzik. A felnőttek füstölnek, engem pedig folytogatnak. Dr. Nada Kosic Bibica, a Szabadkai Közegészségügyi Intézet munkatársa elmondta, az Egészségügyi Világszervezet azt kérte minden országtól, hogy a nyilvános helyeket tegyék füstmentessé, beleértve a szórakozó helyeket is. Posebno kada govorimo o deci i mladima koji jesu u fokusu obeležavanja ove godine, ne samo današnjeg dana, već cele godine. Ono što kaže Svetska zdravstvena organizacija je da godišnje zbog izloženosti duvanskom dimu umre negde oko 600.000 ljudi, a u Evropi oko 19.000 ljudi. A Szabadkai Közegészségügyi Intézet a dohányzás elleni küzdelem napja alkalmából egy rajzpályázatot indított, amelyre általános iskolás tanulók alkotásai érkeztek a dohányzás káros hatásai témában. Arra a fontos dologra próbáltam rámenni, hogy mit jelent az, hogy zavar minket a felnőttek dohányfüstje. A szemünk fáj-e tőle, a fejünk fáj-e tőle, rossz kedvünk lesz-e tőle, mi történik a környezetünkben. Tehát ezeket a dolgokat hogy lehet úgy ábrázolni, hogy ez egy értékes alkotás legyen, hogy ez közvetítse az üzenetet, ami volt a feladat. A tanulók a rajzokon keresztül próbálták bemutatni a dohányzást. A kiíráson Dömsödi Jessica alkotása lett az egyik legjobb, díjazták is. Egy lányt, ugye, akiben a háttérben cigarettáznak, és hogy már nagyon irritálja, hogy már sír a cigarettától, meg már a szeme is be van teljesen pirosodva neki. A nap kísérő rendezvényeként szerdán 8 és 11 óra között megelőző akciót szerveznek a Vöröskereszt szabadkai épületében, ahol az érdekeltek leellenőrizhetik az egészségügyi állapotukat. Ugyanott 11 és fél egy között műhelymunkát tartanak középiskolás diákoknak. És most néhány téma a híradó folytatásából. Kiállítás nyílt a Gulág emlékév alkalmából a Pancsovai Városi Könyvtárban. Az elmúlt időszak kemény mínuszai nem befolyásolják a mezőgazdasági termelést. Most pedig kapcsoljuk a közügyek stúdióját, ahol Bakos Viktor várja a nézőket. Szia, mivel készültetek a mai műsorra? Szervusz Gertrud, köszöntöm a híradó nézőit. A mai közügyekben választ keresünk arra, hogy hogyan fizethetik ki a felgyülemlett társadalom biztosítási hátralékokat a szerbiai gazdák, és más mezőgazdasági témánk is lesz, avval fogunk foglalkozni, hogy valóban veszteséges a sertéstartás. Foglalkozunk a dohányzás elleni küzdelemmel, kielemezzük Donald Trump amerikai elnök első intézkedéseit, levezetésnek pedig arról beszélgetünk, hogy mit tehetünk, ha a házunk falán penészfoltok jelentkeznek. Ezzel foglalkozunk a közügyekben, tartsanak velünk a híradó után. Gertrud? Köszönjük, Viktor.
A Gulág emlékév alkalmából hétfőn este a Pancsovai Városi Könyvtárban megnyílt a Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944 és 1956 című kiállítás. A tárlatot Pintér Attila Magyarország belgrádi nagykövete nyitotta meg. Magyarországon hosszú évtizedeken keresztül nem lehetett a táborokról, az elhurcoltak történetéről hallani. Célunk az volt ezzel a kiállítással, hogy világszerte a közvélemények megismerhessék a magyar történelemnek az egyik legtragikusabb, legborzasztóbb időszakát. Azt az időszakot, amikor áltatlan magyarokat hurcoltak el különböző táborokba a Szovjetunió területén. Hozzávetőleg 700-800 ezer főre tehető azon honfitársainknak a száma, akiket 1944 és 56 között ilyen táborokba hurcoltak, és ezekben a táborokban tartottak. Hozzávetőleg 450-500 ezer honfitársunknak adatott meg az, hogy hazatérjen. A határon túli területeken még kevesebben ismerik a szörnyű eseményeket. Ez a kiállítás nagyon meglepett bennünket, nem is számítottunk rá, de nagyon-nagyon érdekes, mert olyan történelmet tárít magunk elé, amelyről tudtunk, de a részletekről fogalmunk sem volt. Ennyi magyar áldozata van a gulágoknak, hát tényleg nagyon-nagyon fájó érzés. És köszönjük a Magyar Nagykövetségnek, hogy lehetővé tette, hogy ezzel mi is megismerkedjünk. Nemanja Rotár, Pancsova város tanácsának tagja a rendezvényen a párbeszéd fontosságára hívta fel a figyelmet. Obično kažu zlo nastaje kada dobri ljudi ćute. I još jedna vrlo važna stvar, svi nekako kada se to dogodi govore o svojim žrtvama, a žrtve uvijek postoje na svim stranama. I u jednom trenutku uvijek je bio neka nevina žrtva. Mislim da bi da ovakve izložbe idu ka tome da se mora uspostaviti jedan dijalog na tom nivou, da se jedna zajednička ispiše povest svih onih koji su stradali nevino. A kiállítás megszervezésében a Gulag Emlékbizottság, Magyarország belgrádi nagykövete és a Collegium Hungaricum mellett részt vállalt a helyi Magyar Művelődési Egyesület is. Történelemben nem tanultunk arról, nem tudunk sokat. Itt ott valaki, aki tudott is, az talán nem merte átadni azt nekünk. Na most itt van a lehetőség, ez egy kiváló lehetőség, hogy tanuljunk, hogy értekezzünk erről, és hogy átadjuk továbbá a következő fiatalabb generációknak. A kiállítást, amelynek megnyitójára eljöttek a szomszédos magyar lakta települések lakosai is, február közepéig lehet megtekinteni a Pancsovai Városi Könyvtár előcsarnokában. Az adai és a törökfalui egészségházban holnaptól újra lesz a gyógyszertár. Miután tavaly bezárták a községben a három állami gyógyszertárat, az adai képviselőtestület úgy döntött, hogy lehetővé teszi Moholon az állami gyógyszertár épületének eladását, valamint Adán és Törökfaluban az állami gyógyszertárak bérbeadását. Az új Apolló gyógyszertárakban elérhetőek lesznek a vényköteles, államilag támogatott és vény nélkül kapható gyógyszerek, valamint megvásárolhatóak lesznek a gyógyhatású készítmények, táplálék kiegészítők, tisztálkodási szerek, babafelszerelés és különféle márkás kozmetikumok is. Az elmúlt időszak kemény mínuszai nem befolyásolják a mezőgazdasági termelést. A gyümölcsészek egyenesen örülnek a rendkívüli hidegnek, a fagy megtizedeli a kártevőket és késlelteti a fa vegetációját. Ezáltal megmenekülhet a sokkal veszélyesebb tavaszi fagyoktól. Viszont a gazdák, akik üvegházas termelést folytatnak, közel sem örülnek, mivel a költségeiket nagyban megnöveli a jelenlegi időjárás. A hajdújárási Ábrahám Sándor gyümölcsösében almát termeszt. Ő a családban már a harmadik generáció, aki ezzel foglalkozik. Szerinte az idei kemény tél nincs káros hatással a mezőgazdasági termelésre. A fagynak mink idézőjelben nagyon örülünk. Ezzel tolódik a fáknak az alvási fázisa, ami nekünk tavaszra lesz jó, amikor a virágzás is reményeink szerint tolódni fog legalább egy-két héttel. Így a fagykár valószínű, a tavaszi fagykárról beszélek most, a tavaszi fagykárnak kevesebb lesz az esélye.
A fagy a gazdák szerint megtizedeli a kártevőket. A királyhalmi Ördög István is azt reméli, hogy kevesebb gondja lesz velük a gyümölcsösében. Ami a februári felmelegedést illeti, szerintem szintén semmilyen hatása még nem lesz, tehát ez nem lesz olyan komoly felmelegedés, hogy a vegetáció meginduljon. A későbbi fagyokkal inkább attól kell tartani. Tehát március-április, tehát az komolyabb kárt tud tenni. Tehát, hogyha elcsípünk egy fagyot virágzásba, akkor az már komoly problémát tud jelenteni. A hideg negatív hatásai az üvegházi termelésben jelennek meg, mivel növeli a fűtés költségét. Medve mese a címe a Zentai Magyar Kamara Színház legújabb előadásának, amelyet az intézmény színésze Pap Arnold saját rendezésében állított színpadra. A sajátos hangulatú darabot ma délelőtt mutatták be. Bendegúzt! Engedjétek ki, Bendegúzt! Engedjétek ki, Bendegúzt! Szabadságot Bendegúznak! Szabadságot a medvének! Boldogságot Bendegúznak! És így tüntettem. És akkor történt az, hogy az őrök nagyon bedühöttek. Bendegúzt a medvét elkapják és bezárják, barátja pedig a közönség soraiban helyet foglaló gyermekeket hívja segítségül ahhoz, hogy kiszabadítsa őt. Ez a keret története a Zentai Magyar Kamaraszínház Medve mese című előadásának. Én megkérem a gyerekeket, hogy segítsenek nekem kiszabadítani. És elmesélek három történetet, egyet a Bendegúzról, egyet az édesanyjáról és egyet az édesapjáról. És akkor a végén ugye az kerekedik ki belőle, hogy mindenki megszerette, és mindenki a barátja lesz neki, és akkor közösen kiszabadítjuk a Bendegúzt a börtönből. Elvitte őt a medverendőrség, most mit évül legyen? Felhívta egyetlen barátját, az alkotó célja az volt, hogy az előadás közben minél nagyobb szerep jusson a gyermekek képzeletének, hiszen úgy véli, talán túlzottan is hozzá vannak szokva a televízió által kínált készképi világhoz. Minden olyan történet, amit őnekik el kellene képzelniük, készen kapják. Tehát, hogy valaki már elképzelte helyettük, és csak fel van téve a vászonra, és ők neki csak annyi a dolguk, hogy nézzék. Most én ezzel a produkcióval azt szeretném elérni, hogy a gyerekeknek egy kicsit beindítsa a fantáziájukat. Pap Arnold abban bízik, lesz még folytatása is a Medve mese című előadásnak, hiszen, mint mondja, nagyon jól érzi magát a gyermekek között, és maga is rengeteg energiát kap tőlük. Hivatalosan ma zárul a nemzetközi téli labdarúgó átigazolási piac. Az igazi bombáktól eddig mentes volt az elmúlt időszak. Patrice Evra elhagyta a Juventust, immáron a Marseille-t erősíti. Egy másik francia válogatottat sikerült vásárolnia a tengerparti csapatnak. Dimitri Payet, az EB egyik sztárja is az Olympique Marseille-t erősíti a következő évben. A magyar válogatott Pintér Ádámnak sikerült külföldre igazolnia, a német másodosztályban folytatja. Továbbra is kérdéses azonban a Lech Poznan szívesen elhagyó Kádár Tamás sorsa, akit Ukrajnába akartak igazoltatni. A magyar légiós helyett a szerb válogatott Alexander Pantić érkezett a Dinamo Kijev védelmébe. A nemzetközi átigazolási piac hivatalosan éjfélkor zárul le. A csapatoknak eddig kell beküldenie a Nemzetközi Szövetségnek az adott papírokat a játékosok adásvételéről. És a híradó végéhez értünk, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Kétnapos munkalátogatásra érkezett Belgrádba Alexis Tsipras görög miniszterelnök és küldöttsége. Az olasz rendőrség vádat emelt a Verona közelében az autópályán tragédiát szenvedett magyar autóbusz sofőrje ellen. Lezárult a Prosperitáti Alapítvány által kiírt pályázatok beadási határideje a harmadik körben. Új darabot mutattak be a Zentai Magyar Kamaraszínházban. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Amennyiben még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra. Most kezdődik a közügyek, majd Kalamár is. A közelképben a Ludasi Vadászbálba látogatunk. A szubjektív vendége pedig Lackó Illés néptáncoktató. A 20 órai híradót követően a Forog a kamerában Kis lépcső lehettem, Kiskunlac háza és az 56-os forradalom című dokumentumfilm, amelyről Fehér Márta szerkesztővel Orosz Ildikó beszélget. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!